Déván és Vajdahunyadon is jó eredményeket ért el az RMDS helyi tanácsos listája, ha bár ezekben a városokban szorványban élnek a magyarok, előbbiben a szavazatok 7,38, utóbbiban 6,87 százalékát szerezte meg a szövetség. A Hunyad megyei tanácsban nem jutottak ugyan de az RMDS megyei szervezetének képviselői örülnek az eredményeknek, hiszen tisztában voltak azzal, hogy megfogyatkozott a magyar lakosság aránya. A tanácsos listájukra adott szavazatok száma 4,33%-ra volt elég. Az RMDS tanácselnök jelöltet is indított Máté Márta személyében, akire 5894-en szavaztak. Déván a szövetség a voksok 7,38%-át gyűjtötte be, igen csak jó eredménynek számít, hiszen a magyar lakosság részaránya csak kicsivel több, mint 5%-ra tehető, mondta el Pogocsán Ferdinánd jelenlegi alpolgármester. A koalíciók kialakítása viszont nem lesz egyszerű feladat, ugyanis sok párt képviselője lesz jelen, sokan közülük pedig idézzük a szavait, csak a cirkuszt nyomják. Két párt jutott be a tanácsba. És, és a Peszede és a penede. A kollégák összeszedték az egyszerű többséget, persze de 7, 7 tanácsossal, a PENEL-en 4-jel. 3 AUR, 2 a RDS, 3 POT, a Forcád répte 1, és a U-szerefére tömörülés 2. Úgyhogy startból tudjuk, hogy ezekkel, ezekkel az emberekkel nagyon-nagyon nehéz kommunikálni. Nekünk volt részünk az U-szerepből és az AUR-ból. Hát a cirkusz a kezdet és a cirkusz a vége. Hozzátette, ez a következő időszakban eldől majd, és az egyezkedésektől is függ, ki lesz ősztől az alpolgármesteri tisztség. Az biztos, hogy ők stabilitásra és a munka folytatására törekednek. Vajda Hunyadon szintén jól teljesített az RMDS, a szavazatok 6,87 század százalékát szerezte meg.